Nyíregyházán kezdett futballozni, egy hosszú pályafutás végéhez közeledve 37 évesen nevelőklubjába mutatkozott be az élvonalban, majd kapusedzőként is dolgozott a Sparinál. Vadon Lajos aztán több helyen is megfordult, míg 4 évvel ezelőtt egy akkor másodosztályú, azóta már az élvonalban szereplő csapathoz került Kuvaitba. A kapusedző a külföldön szereplő és dolgozó magyar sportolók, illetve edzők többségéhez hasonlóan hazai környezetben tölti nyári szabadságát. Most nyáron, mikor árnyékban van 50 fok, akkor általában szünetel a bajnokság, tehát május, június, júliusban nincs se edzés, se bajnokság. Augusztusban szoktuk elkezdeni, akkor ilyen még meleg van, este szoktunk edzeni, tehát ilyen 7-8 óra körül. Amikor ramadán van, akkor természetesen ez egy más világ, mert akkor este, illetve éjszaka, mert 10 órakor már edzés volt, már ebben is részem. Úgyhogy viszont tényleg nagyon figyelni kell a éghajlatra, mert európai ember ezt nehezen viseli, látszik is ezen, mert az idén volt egy szlovák játékos, tavaly pedig egy svájci játékos Európából. Inkább a profik Afrikából, Brazíliából kerülnek ki. A sportvezetőknek és az edzőknek nem csak az éghajlattal, hanem a játékosok mentalitásával is meg kell küzdeniük Kuvaitban. Van nálunk egy nagyon ügyes kis srác, 18 éves, már olimpiai csapatban csapatkapitány is karszlagot viseli, viszont van, mikor nem jön edzésre, mert éppen ő elaludt a délutáni sziasztán, és nem ébred fel edzés kezdetére. Tehát vannak nagyon ügyes gyerekek, viszont vannak, akik hobbi szinten űzik, vannak, akik, tehát érdekes a felfogásuk, mert van, mikor lecserélik a játékost, amivel ő nem ért egyet, aztán, hogy jön a pályáról, megy be öltözőbe, veszi el a terepjáró kulcsát, és megy haza, és nem látjuk 2 hétig. Volt már ilyen is. Bár már 4 éve Kuvaitban él, a szakember elmondása szerint napra kész a megyei futball történésével kapcsolatban. Amit a neten el lehet érni, azt a helyi megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, a megye 3-tól elkezdve a válogatottig mindent figyelmet tudok kísérni, viszont hiányzik a itteni futball természetesen. Mivel a kuvaiti csapatok 1 évre kötnek szerződést, a kapus edző 2017 nyaráig látja biztosan a jövőjét. Elképzelhető, hogy utána is marad külföldön, de azt sem tartja kizártnak, hogy visszatér Magyarországra.